A wellnesshez persze hozzátartozik az egészséges ételek fogyasztása is. Itt vagyunk Győrben, a belvárosban. Eláruljam, hogy mit fogunk enni? Azt talán majd bent a legyen titok, jó? Na, megyünk! Ez a csirke viszont nem a belvárosból való, hiszen nem régen még a környéken kapirgált. Igen, pontosan. Ez egy kapirgálós csirke, nem messze innen, 20 km egy kis faluba. Régiós gasztronapra érkezünk ebbe a gasztroszállodába. A rendszeres programon a környék magyar ételeit kóstoljuk. Igyekszünk, ha Győrbe vagyunk, a környék nem csak a látnivalóit, hanem az ízeit is megismertetni az italátogatókkal. Vagyis csirkét készítünk gödöllői módra. Amire jellemző a gomba, a máj, a saját mája és a szalonna. A köret pedig mindig itt-ott lagziba, ez a rizibizi, de mi ezt is másképp készítjük. Kedves nézőm, jegyzetelj, mert elképesztően finom lesz a végeredmény, akár otthon is elkészítheted. Csirkecombbal dolgozunk. Nincs benne a csont, és feltekerjük, és közepébe rakunk fűszernövényt, és békönbe betekerünk. Ott jelenik meg a szalonna, hogy jár. Hogy ne legyen száraz. Így van. Hogyha sütöd mellét vagy a combját, a nagy üzemi, az tele van vízzel, az gyorsan nő föl. Ennyi idő alatt nem lehet egy csirkét fölnevelni, de ahogy ők nevelik. Ez viszont eszik rendesen kukoricát, rendesen zöldet, és nincs víztartalma akkora a mellének, vagyis a húsának. Hosszú éveket töltött külföldön, és azóta is figyeli mindazokat a korszerű trendeket, amik a vendéglátást meghatározzák. Ez egy nagyon jó gasztronómiai trend, amire mi rácsatlakoztunk, hogy a környéknek az ízei, az ételei, a friss alapanyagok kerüljenek be a konyhába. A csirke tényőről, a tejföl Kapuvárról jön, azaz az egyik misszió, hogy a környék termelőit is segítsék, a másik, hogy friss alapanyagokkal dolgoznak. Nos, gondold el, hogy egy ilyen csirkéből egy házi tejföl, milyen finom paprikás lehet. És van harmadik misszió is. A nagy számban ide látogató külföldi üzletember esetében sokszor elgondolkozunk azon, hogy mi lehet az a kis kavics, amit hazavisz innét, az a kis emlék, töredék, amiatt emlékezni fog majd a városra az itt eltöltött munkás időkre. És így gondoltuk, hogy a magyar gasztronómiának az ízei, az az élmény, amit egy ételnek az elfogyasztása jelenthet, ez talán lehet egy olyan kis emlékmorzsa, amivel érdemes hazaindulni. Míg sül a húsi, készítjük a nem mindennapi köretet. Hirtelen tűzön megsütöd a gombát és a májat. A májat, igen, egy szép zöld fűszernövénye van be, egy pici kapukkfű, egy pici majorános nidling. Milyen gyönyörű borsófüré. Igen. Uh-huh. Ez is szerepel, mert mire zöld borsó szinte. Persze, sőt. Nagyon finom. Pici vajtej szín van benne. Igen. Ez a gombóc pedig a rizibizi. Nem csalás, nem ámítás. Panírozva van különben. Liszt tojás, morzsa. Az olasz risotto csűrűbre főzik, bele egy tojás és sajt, hogy összeálljon. És akkor a borsót, amit előre megfőzünk, beletesszük a kis gombóc közepébe, és készítünk egy gombócot. Így lesz rizibizi egy kicsis túlzással, de megjelenik a rizs is, meg a borsó is. Festegetünk? Hát. Talán festünk? Méghozzá céklával. A látvány majdnem olyan fontos, mint az ízek. Na, jó lesz? Igen. Ez egy csak meg le lehet nyolni. Vendrá buscar a la salida un hombre bueno pa toda la vida y sin pagar. Új kolléga. Igen. Ránézel és lesz hozzá kedve. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle. Kóstolják. Alig várjunk bele, jól. Kedves egészségünk. Magyaros ételhez magyaros teríték dukál. Kockás abrosz, magyaros étel. Milyen napon vagyunk? Régiós napon vagyunk, amikor azokat az ételeket kínáljuk a vendégeinknek, amelyek a környék tradícióira épülve készülnek el. A wellness napon egyébként nagyon fontos a wellness és az evés sorrendje. Evés előtt fürdés, szauna, elfáradsz, és utána nagyon jól esik a étel.
A gasztroszállodákban, mint amilyen ez is, nem őrzik titkosan a recepteket, sőt a séf még a konyhába is beengedi a háziasszonyokat, férfiakat, hogy ellessék a trükköket. Otto szerint érdemes belesni. Azt mondták, hogy ez a férfi, aki tud egy kicsit főzni, meg jól tud táncolni, annak sikere van a hölgyek körében.